Köszönöm a bevezető szavakat és a bizalmat. Hát mindent is csinálok, úgyhogy milyen, milyen tisztségem vagyok itt. Alapvetően a második tanulságom az kántor, a harmadik pedig liturgika szakember vagyok, és most ebből az identitásról beszélnék, de és most már elég régóta nem iskolarendszerű felnőtt képzéssel foglalkozom. Ezek az állandó diakonosok, a liturgikus munkatársai, a most éppen délelőtt irodavezetőket képeztem, ilyen vicces adminisztrációs kurzusokat is tartok, én szeretem, ilyen matekos agyam van hozzá. Aztán sekrecseket is képzünk, főleg a liturgikus munkatársak talán ugye, akik számba legtöbben vannak, 800-an voltak már a képzésen ilyenek, ilyen jellegben. Tehát, hogy, hogy, ilyesmikben, tehát rég nem azt csinálom, amit, amit eredetileg így kiképződtem, bár tanítok levelező teológián liturgikát is. Előinte úgy éreztem mindig, hogy rövidítenem kell, tehát, hogy arról, amiről az egyetemen Rómában tanultam egy fél évet, arra van egy fél óra mondjuk az egyetemen, vagy a főiskolán, hogy elmondjam mindig rövidítek, rövidek, azt érzi. Rövidíteni az rossz, mert úgy, úgy nem, hát az emberből levágnak, az se jó, összenyomják, jó. Tehát ez a rövidítés, ez nem annyira jó dolog. És most meg azt mondom, inkább fókuszálom mindazt, amit tudtam, tanultam, amit módszertan rám ragadt, vagy kikísérleteztem, amit megtanultam másoktól, legyen szó tréningtartásról, vagy, vagy képzőképzésről, vagy bármi, bármiféle dologról, idegenvezetésről, mindig tulajdonképpen ugyanazt, ugyanazt csinálom. És hogy most is, és én az eukarisztiának az évével kapcsolatban, vagy a kongresszussal kapcsolatban sok ilyen fölkérés van, hogy beszéljek valamit az eukarisztiáról, de már szemem sem remben, és akkor konkrét meghívása is volt, hogy hogyan igaz ez az életembe, és most mondta, hogy neki is hogy eszébe, eszébe jut a és akkor hogy nem tudok nemet mondani, mert nem mondhatom azt, hogy teri van a naptárom, mert nem vetek szem vele naptártérítettség szempontjából, vagy munkák szempontjából. Eszembe most, a, hogy mondtad, az hogy Szent Ignácnak a, gondolata az eukarisztére, azt mondja, hogy éppen a viszik a római államnak a pénzén nyar, utaztatják Rómába, hogy ott aztán vértanul legyen belőle, és akkor Antiochiából, és akkor azt írja, hogy, hogy szeretnék Krisztusnak a gabonája lenni, és szeretném, hogyha a vadállatoknak a foga az Istennek kedves őrölni az életemet, hogy, hogy milyen, milyen szép készület a vértanúságra, azt mondani, hogy nem szeretnék misézni még egyetik egy kis ostjával, hanem szeretnék élni az az, az eukarisztiának az a kenyere, akit megörülnek a vadállatok. És meg is érkeztünk ide. Arról szeretnék beszélni, hogy hogy, hogy, hogy is van az, az hogy a, az eukarisztia és az életünk az hogyan tud összekapcsolódni egymással, hogy a misében, vagy, vagy, vagy máshogy is lehet erről a szó. És először azt mondjuk, hogy van egy iszonyatosan nagy távolság Isten és az ember között. Ugye, az Isten az ilyen lángoló, mi meg ilyen porzók vagyunk. Látszik a... -e? Igen. Lehet, hogy a mögöttem levő fénycsövet lekapcsolnánk, akkor több látszana a, a... De nem lehet. Jó. Tehát, hogy... De az Isten és az ember azért látszik belőle. Tehát, hogy az Isten és az ember között a távolság, azt mondjuk, hogy hát végtelen. Hogyha oda figyelünk, akkor hát reménytelen esetünk. És a különböző dimenziókban megnézzük, a Isten örökké való, az ember pedig nagyon is mulandó. És ez a mulandóság, ez, ez nagyon ö, eofémisztikus. Ugye ez a mulandóságunk, azért itt, itt már mindezért így 30 éven túl vagyunk, aki nem az elnézést kérek tőle, de hogy így, nem már kicsit éppen túl rajta, én már 40-en is bőven. És hogy, hogy ez a mulandóságunk, ez már nem a, a fejlődésnek a szépségét hozza magával kizárólagosan, hanem valóban a mulandóság megjelenik rajtunk az öregedésnek a formájában, hogy hát, hogy kicsit ha kopunk itt-ott, tamot, ott, javítgatjuk ezt a azt magunkon, mert a mulandóságnak alá vagyunk vetve. És bizony ez, ez, nagyon nehéz, hogy a, jöttem ide egy három órá, a, órás vonatúttal, nagyon szeretek vonatozni, hogy, de hogy ez nézd, hú, nem, az, mindjárt odaérünk, és akkor addigra meg kell lenni, mi meg kell lenni. Bizony, a, a, mi életünk az olyan, hogy mindjárt odaérünk, és hogy haladunk közben egyre több izgalmasság. Isten pedig örökké való. Van találkozási lehetőség a kettő között? Hát nehéz. Aztán Isten azt mondjuk, hogy mindenható. Amit akar, az lesz. Mi pedig gyarlók vagyunk. Ez a gyarló, ez legalább annyira eufémisztikus, mint a mulandó, hogy mi emberek gyarlók vagyunk, mit jelent, amit akarunk, azt nem tudjuk megcsinálni. Mert hogy egyrészt fizikai akadályokba ütközik, tehát hiába akarjuk külön lekapcsolni az első fénycsövet, hát egybe van kötve többivel. tehát vannak, és nincs mind a hatóságunk. De ez még hagyja, mert még a fizikai gyarlóságunkkal csak megbírkóznánk, azonban morálisan is gyarlók vagyunk akarunk valamit megcsinálni, nem tudjuk megcsinálni. Mert lusták vagyunk, mert valami más üt be, mert valami más hívogatóbb, és hogy, hogy ez emberiség az ősi tapasztalat, hogy még ha tudjuk a jót, nem csináljuk a jót, hanem valahogy gravitálunk a rossz felé. Istennek a mindenhatóság azt jelenti, hogy ő jónak akarja világot, és jónak is csinálja. Hát mi ettől is nagyon távol vagyunk. Aztán Isten mindenütt jelen van, itt is, most is, nem is kell bemenni a templomba. Mindenütt jelen van, egészen zavarba ejtő dolog. Mi pedig alapvetően ilyen egy példányos lények vagyunk, most itt vagyunk, és nem vagyunk Veszprémben, meg nem vagyunk Budapesten, pedig ott is lehet, hogy jó lenne egy példány belőlünk. Egy, egy helyen, most éppen alfakurzus van ma este a, nálunk Óbudán, de most nagyon jók a munkatársai nélkülem, jobban megcsinálják, mint velem. Úgyhogy így. Tehát nagy távolság van, úgy tűnik, Isten és az ember között. is. az a kérdés, hogy hogy vajon van-e találkozási lehetőség, hogy találkozik-e, van-e köze a kettőnek egymáshoz is. Azt mondhatjuk, hogy, hogy azért valószínűleg, hogy van, van találkozási pontok és A filozófusok azt mondják, hogy van találkozási pont, például a teremtés, hogy Ugye egy filozófiai eredet elbeszélés ez, amit már eleve látunk a Szentírásban, hogy, hogy a papi, papok elgondolják, hogy hogy is le volt az egész, és olvassuk ott a hatnapos teremtés történetet. Egy ilyen pusztaibb változatban utána olvassuk a sivatagból, a, a szárasságból való teremtés történetet. És azt mondjuk, hogy ez filozófia, amikor olyan dologról gondolkodunk, amit nem látunk és nem tudunk megfogni, hogy van köze Istennek ehhez a világhoz, meg összetalálkozik például a teremtésben. Még azért elég messze vagyunk. Aztán Ábrahám történetét olvassuk a Bibliában, és azt tanuljuk a biblikus professzoroktól, hogy az Ábrahám sztori az első valódi története a Bibliának, ami valóban nem egy eredetmonda, nem egy filozófiai, teológiai eh, magyarázat, hanem valami így történt el Isten és az ember kapcsolata, amiről már tudunk. Ábrahámnak a történet. Isten megszólítja az embert, és, és, ebből egy izgalmas kaland lesz, elhagyja úrvárosát, elindul Isten ígéreteinek a nyomán, és aztán megy mendegél, és nagyon sok izgalmas dolog történik vele. Eladja a feleségét, mindent csinál, aztán újra hazaviszi. Tehát, hogy nagyon izgalmas az Ábrahám sztorit érdemes elolvasni, mert nagyon emberi. Tehát történelmi köze lesz Istennek az emberhez. Miért mondom ezt, hogy köze lesz? Mert hogy ez nem csak az embernek izgalmas ö, ö, találkozás, hanem Istennek is ugyanannyira izgalmas, ha szabad ezt így mondanunk Istenre, Mert hogy, mert Isten a történelemben kiszolgáltatja magát az embernek. Hogy hogyan fogjuk elmesélni a gyerekeinek, meg az unokáinknak, hogy mit tett velünk Isten hogy hogyan fog elfelejtődni Isten és ember találkozásának a nagyszerű történetének egy jelentős része, és csak egy egész szűk sávot fog megőrizni a szájhagyomány, aztán az írásbeliség. Gondoljunk bele, Isten, aki mindenható, mindenütt jelen van, mégis ki lesz szolgáltatva annak, hogy hogyan mondják el a, a, az ő történetét. És a harmadik fok, a Jézusban egy családias kapcsolatunk lesz egyszer csak Istennel, aki aki testvér, Jézus azt mondja, hogy a testvéreim vagytok, azt mondja, hogy mi testvérek együtt odaállhatunk az atya elé, és úgy szólíthatjuk őt, hogy, hogy papa, hogy, hogy atyácska, amikor a mi atyánkot tanítja nekik. És azt mondja ráadásul, nincs nagyobb szeretet annál, mintha életét adjuk, adja valaki a barátaért, és azt mondja, én pedig a barátaimnak mondalak titeket. És és, és ezt, a, ezt, az egészen azt mondja, hogy Istennek nem csak, hogy filozófiai köze van, nem csak, hogy történelmi köze van, hanem egészen testközeli, baráti, testvéri, családi és köze van Istennek hozzánk. Milyen dinamikák működnek? Az egyik dinamikánk ugye az életnek a dinamika, és a másik a misének, mert arra vállalkozunk ebben a mostani kis időnkben, hogy összekössük, hogy miköze lehet a, ebben, hogyha van Istennek találkozási pontja az emberrel, akkor a mise, hogyha is szabad röviden így mondanom, az eukarisztiát, vagy a szent misét, így szemben a mise technikailag, az hogyan lesz egy találkozási pont az életünkkel. És megint azt mondhatjuk, hogy az életünk alapvetően az életünkben megjelenek bizonyos témák, például a hála. És a misében is megjelenik ezt, csak úgy, úgy hívjuk, mert mi görögül szeretünk beszélni, azt mondta, azt mondta valaki viccesen, hogy a második vatikáni zsonat után az egyház szakította a latin nyelvel és átért a görögre. Azóta már ugye görögül beszélünk, eukarisztia hálaadást jelent egész pontosan ugyanazt. Aztán azt mondjuk, hogy a, az életünkben nagyon fontos a kommunikáció. Erről még fogunk beszélni. És a az kommunikáció, azt mondjuk, hogy a misében is ott van ez, ott van az imádságainkban, hogy mi beszélünk, és a csendben, ahol hagyunk teret Istennek. Aztán az életünkben ott vannak a kérések, amivel egymás felé tudunk fordulni. És a misében is könyörgi, ami azt mondjuk, hogy könyörögjünk, akkor nem a kanyargásra gondolunk, hanem arra gondolunk, hogy, hogy Isten megszabad szólítani a kéréseinket, csak ilyen arraikusan mondjuk. Aztán azt mondjuk az életünkben nagyon fontosak a határok. Ugye a határokat kell először akkor találkozunk, amikor gyerekkorunkban nekiütközünk, aztán a gyerekeinknek próbáljuk megszabni ezeket a határokat, vagy nem, ugye ennek megvannak a maga előnyös és hátrányos következményei. Aztán felnőtt korunkban, amikor úgy érezzük, hogy már nagyon kibontakoztunk, akkor megteremtjük a saját magunk határait, nem másnak teremtünk határt, és nem más terem nekünk, hanem igazi felnőttként, amikor az kezünkbe vesszük az életünket, mondjuk úgy 40 éves korunkban, hát legkorábban, mert addig ugye egyfajta vagy gyerekeinknek csináljuk határokat, és akkor elkezdjük azt mondani, hogy hát igazából saját magamnak is vannak határai, a képességeimnek, a, a, az erőmnek van határa, ugye 40 fölött ezt is megtapasztaljuk. A misőben is megjelenik az elválasztás, a keretek, a szerkezet, mint olyan. Aztán egy nagyon izgalmas dolog az életünkben megjelenik az áldozat. És ott, a, amikor dolgozunk, amikor a családban adjuk, akkor szoktuk azt mondani, hogy, hogy valami áldozatot hozok az életben, és ugyanúgy erre nem is találtunk jobb szót, mint a misében is az áldozat. És aztán az életben megjelenik az egység. Nem csak határokat húzunk, hanem határokon belül azt mondjuk, hogy, hogy szeretnénk valamiféle közösségbe, egységbe jutni valamivel, valamik, amik külön vannak, azokat egyétenni. És a misében is megjelenik ez, és latinul kommuniónak is mondhatjuk, fogunk a, ezeknek a fogalmaknak a mentén néznénk meg, hogy hogy tud az élet és a, a, a mise valahogyan kapcsolatba kerül egymással. Jó? Hát igen. Nagyon jó lesz. Vegyük először a hálát. A hálának az egyik fontos része, hogy, hogy a hálában mi, mit is jelent a hála általában? Azt mondjuk valaki ne hálálkodjon, mert ezt nem szeretjük, hogy valaki nagyon hálálkodik, de a hálának nagyon komoly ö, gyógyító ereje van. Ö, versegi Beáta nővér, nem tudom, hogy járt már erre felé biztos, Uh, ugye, most adott ki az Eukarisztiáról egy könyvet, és abban a, a, a misét elemezgeti, és ott a hálánál engem is nagyon meglepett, hogy ilyen hála kutatásokról, az eredményeit hozza oda, és azt mondja, hogy, hogy azok az emberek, akik hálásak, azok, azok például egészségesebbek, azok boldogabbak, azok az emberek, akik hálásak. A hálaadás maga boldogát tesz bennünket, és ezen gondolkoztam, hogy vajon miért lehet ez? Az első az, hogy aki hálás, az észrevesz valamit. Aki meg tud köszönni, hogy köszönöm, hogy megtetted, ezt értem. Észreveszem, hogy valami jó dolog történt ma velem. Észreveszem, hogy a másik ember valamivel gazdagított engem, és meg tudom neki köszönni. Ez nagyon, aki hálás az, az figyelmes van esze, hogy észrevegye. A másik, aki hálás az, tudatosítja magában azt, amit észrevett. Másik nagyon fontos dolog, hogy a, hogy tudatosítsuk magunkban, mi itt felnőtt emberek vagyunk már, hogy hogy, hogy hogy is mi is, mik is történnek magunk körül. Mert amit tudatosítok, a, a fölött hatalmam van, ezért fontos, hogy tudatosítsunk dolgokat. Hatalmam van, és képes vagyok a tudatosításkor szelektálni, és azt mondom, hogy este, amikor vagy valakinek megköszönök valamit, akkor azt mondom, hogy elengedem azt, hogy nem tökéletes, és megköszönöm, tudatosan kiválasztom azt, amiért hálás leszek neki. Hatalmas nagy hatalma van, ez nem jó. E, nagyon nagy hatalma van a hálának a kommunikációban. Amikor hálás vagyok valakinek, sokkal jobban tudom vezetni, például vezetőként a megköszönéssel, mint a szidással. Mert a hála valami, és hogy észreveszem, látod rajta, és tudatosan képes vagyok kiemelni azt a jót, amit megcsináltál, és látom, de elengedem azt a rosszat. Az ember, aki, aki hálás, olyan jó beszélgetni olyan öregekkel, akik hálásak tudnak lenni, és, és képesek a, a, múltjukból olyan dolgokat előhozni, ami jó, és olyan dolgokat ról nem beszélni, ami, ami pedig, ami, pedig, rossz. Elengedni, hogy voltak rossz dolgok, de hálás ők ezért és ezért és ezért. És bizony a, a hálás emberek és a nem hálás emberek között nem az a különbség, hogy a hálásokkal csupa jó dolog történik, a, a keserű emberekkel meg csupa rossz, pont ugyanannyi, vagy még kevesebb is. És a hálával azt is mondhatom, hogy képes ebben a szelektálásban újra keretezni, és azt mondani, hogy ez most jó volt, és, a, a, és azt is meg tudom mondani, hogy miért volt jó. Ugye az a hál, amikor igazi. Minden napi életünkben nagy hatalmunk van a hálával, és amikor azt mondja, hogy egy esti imádságnak milyen nagy hatalma van, Isten elé odaállni, és azt mondani, hogy Istenem, hálás vagyok a mai napon ezért és ezért és ezért a találkozásért, megköszönöm, és még azt is megköszönöm, hogy az a rossz pedig megtörtént velem, és túléltem, és megoldottam, és azt mondom, hogy átkeretezem ezzel, összeköt Istennel. A szentmisében, amikor azt mondjuk, hogy hálaadás, egy nagy hálaadó imádság a szentmisé, akkor azt mondjuk, hogy, oda tudjuk vinni az életünket, és erre tanít bennünket az egyház, hogy a misében ne csak kenyeret és bort lássunk, ami fölött a pap elmond valami nagyon szent és nagyon titkos imádságokat, hanem valami olyat, amiben erre tanít bennünket a másik vatikáni zsinatban a Presbyterorum Ordinis, hogy, hogy tanítsák meg a papok a híveket, most éppen ezt folyik, hogy a saját életük áldozatát is oda tudják tenni az eukarisztiában, a paténára, a misében, ahol a pap oda teszi a kenyeret milyen szép, hálásan oda teszem az életemet, elengedve, ami nem sikerült, azt már bűnbánatban letettem, és fel tudom ajánlani. A hála Eukarisztia és az életünkbe. Másik fontos dolog a kommunikáció, ugye? Újra és újra beszélünk róla, de, de mégis akkor egy közösségfejlesztő tréninget tartottam Vasmegyében megyében, mert föllépünk néha ilyen, ilyen, ilyen ö, szerepekben is, és nagyon izgalmas volt öm, egy ilyen 15-20 idősebb, szépkorúval, igen, szépkorúval dolgoztunk, és hogy, hogy mi fontos a kommunikáció, és összeszedtük, csináltunk és kommunikációs gyakorlatot, és összeszedtük, hogy milyen, mik a fontosok a kommunikáció, és nagyon szépen kihozták ezek a, ezek a derékhölgyek, hogy hát, hát az, hogy, hogy meghallgattak, mert csináltunk egy kis gyakorlatot, és mi volt benne jó? Mert az volt a szabály, hogy pár percig beszél az egyik, utána visszamondja a másik, megint beszél a másik, visszamondja egyik. Hát, hogy így meghallgattak beleszólás szólás nélkül. És egyes oktatáson is elmondjuk, hogy a jó kommunikációnak legfőbb alapja a meghallgatás. Ki tud jól kommunikálni, aki csöndben tud maradni. Mert elősegíti a másiknak a kommunikációját. Ugye van ilyen élményünk, hogy hogy meghallgatnak bennünket. Ö, és hogy, hogy a, amikor az Istennel kommunikálunk, Isten remek kommunikátor, mert teret ad nekünk, ez amit megkivetítettem. Nagyon fontos, a második vatikán is azt mondja, hogy a csendeket tartsuk meg a liturgiában. Nem azért, mert ott kicsit tipródunk, tehát hogy nem az a szent csend, amikor a kántor nem vesz észre, hogy ő jön és a papot nézeket fölfelé, hogy énekeljenek már, Veszprém egyhez, mert hogy kiderült, hogy ott a, pap kiszokta tartani a kezét, hogy kezdje, vagy ha fegye. Én most várok, 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 hogy mi fog itt történni, míg a kántor rájött, hogy nem fog neki integetni, mint ahogy a plémános szokta. Tehát, hogy nem az, a Szent Csán azt mondja, hogy amikor megállok, Zsolozs már, amikor két félvers között tudok egy pici szünetet tartani, amikor egy, a misében egy picit tudok szünetet tartani, amikor be tudok menni a templomba, és ugye most a szentségimádást nagyon ö, bátorítjuk, mert hogy milyen szép imádság bemegyek, és Isten teret ad nekem azzal, hogy csöndben van, és én is egy picit csöndben tudok maradni. Isten néma, és mégsem passzív fejél a kommunikációban, hanem aktív hallgatással és figyelemmel van, és bármennyi érdekel, be, érdekel Istenből teret tudok adni én is a kommunikáció, és Istennek örülök, hogy időt is ad Isten a kommunikációra, ez is meg nagyon fontos, hogy na, mondja gyorsan, ugye ez nem egy annyira jó kommunikáció, aztán Isten figyelmet is ad, nem szól bele, és ott van jelen, van nekünk, és újra és újra meg lehet ismételni. Igazából nincsen feszélyezőbb dolog, mint amikor kevés időm van beszélni mondjuk a főnökömmel, tudom, hogy siet, és hogy utána egy év, hónapig nem fog tudni vele beszélni, és úgy gyorsan el kell neki mondani, ugye, hogy most akkor mi van. Isten újra és újra jelentőséget ad. És azt mondhatjuk, hogy amikor a, a Misében. Kommunikálunk, akkor megtanulhatjuk azt is, hogy elmerjük mondani Istennek a dolgainkat, és azt is megtanulhatjuk Istentől, hogy pedig meghallgat bennünket, és mi is lehetünk, megtanulhatjuk Istentől ezt a bátorító és teretadó hallgatást. És akkor lesznek nekünk is olyan csöndjeink, amiben azt mondjuk, hogy nem vagyok mindenható, nem vagyok mindentudó, de olyan csendben és szeretettel tudtam figyelni, valakire, egy családtagomra, egy szomszédomra, egy munkatársamra, majdnem, mint Isten. Hasonlíthatunk. Ja, és ugye nyelvet is igyekszünk találni a kommunikációban, de már messze vezetne. Aztán a kérés, ugye a kérés az, ugye, hogy mondja a hogy nekem a kérés nagy szégyen adjon Isten, úgyis, hogyha nem kérem. Bizony szégyen kérni. Ha valaki az, az, a veszély van, el meg fog alázni. Hogyha vissza fog utasítani bántó módon. Éppen ezért ahhoz, hogy azt kell szoktuk elmondani, hogy a kérés a konfliktus kezelésnek a nulladik pontja, azt tud jól kérni, aki képes egy konfliktust bevállalni, sőt képes úgy kérni, hogy, jobb, hogy ne legyen konfliktus. Megint jegyes oktatáson mindig ezzel, az, hogy úgy kérjünk, hogy kapjunk ezt el, mondjuk egyébként a Pécsi Család segítőnek a jelés oktatási anyagával jelés oktatok 22 éve. Mindig a Széke a, a nézzük meg, vagy nézem meg én is. És mindig a kérés az első a legfontosabb a kommunikáció, vagy a konfliktusban, mert hogy ott már van egy konfliktus a kérésben, hiszen valami nem úgy történt, vagy történik, ahogy én szeretném, vagy a másik még nem találta ki, hogy mit szeretnék. Hát ez egy elég komoly konfliktus, nem, hogy már tudhatnád, hogy Mit kéne kérni. Nulladik pont a a kérés, hogy merjek kérni. mi kell a jó kéréshez? Egyrészt, tehát kell hozzá bátorság. Kell bátorság azt gondolni, hogy az, amit én kérek, az fontos lehet a másiknak is, sőt, a kettőnk számára fontos az, amit kérni szeretnék. Ez nagyon fontos, ez a bátorság, és hogy akkor, amikor valaki mondjuk egy papucsférj, vagy egy teljesen alávetett feleség, akkor Hiába gondoljuk, hogy milyen jó, mert nem kér semmit se. Nincs nem jó, mert ugye maga a kapcsolat az elhasználódik, elromlik, és teljesen leértékelődik. Amikor bátrak vagyunk kérni, akkor azt kifejezzük azt a bizalmat is, és reményben az lesz a következő, bizalmat, hogy én tudom, hogy ebben a kapcsolatban lehet bát lehetek olyan bátor, hogy kérjek, mert hogy, hogy ez, egy, ez egy bizalomteri kapcsolat, ahol számodra is fontos az, hogy nekem jó legyen és nyilván nekem is fontos, az én is akceptálom, hogy neked jó legyen. A kérés egy nagyon izgalmas dolog, amit, amit ha elkerülünk, attól még nem lett jó semmise. Aztán pedig a becsületesség. Mit értek ez alatt, hogy, hogy úgy szeretnék kérni, hogy az teljesen reális, azzal a kéréssel nem manipulálni akarok. Remek imádságokkal találkozom néha, hogy Istenünk, hogy ad meg mindenképpen merkülönben, vagy olyan, Szent ahhoz, hogy adok pénzt, hogyha bedobok tízer forintot, hogyha úgy sikerülnek a dolgaim, majd szeretném. Ez nem egy becsületes kérés. Ez egy manipulatív kérés, hogy hogyha szeretsz, megcsinálod, ez nem egy becsületes kérés. A becsületes kérés az bizalommal és bátorsággal olyan dolgot kér, amit tudom, hogy normális, hogy meg, meg, megtehető, hogy teljesen um, van-e reális alapja ennek a kérésnek. A, tehát a, a kérés valamilyen dolog, igenis, hogy csak még veszem a... Rürürür, bocsánat, csak itt nyomkorok. A kérésben, Tehát, hogy amikor a liturgiában az Isten elé állunk, tehát akkor akkor is ugyanezzel a bátorsággal, bizalommal, becsületességgel eh, fogunk, fogunk tudni tőle dolgokat. És vannak dolgok, amiket Istentől se kérhetünk. De az egyszerű diák, aki, a, aki miután megírta a földrajz dolgozatát, azért imádkozott, hogy ad Uram, hogy Párizs-India fővárosa legyen. Hát valószínűleg ez. Ez a nem becsületes kérdés. Valószínűleg nem hallgatta meg Isten ezt a kérdést, és valószínűleg leosztályoztak a dolgozatába, lepontozták ezt a válaszát. Ez nem egy becsületes kérdés. Aztán a határok. Ugye a határokat, amikor az ember meghozza a határokat, az nagyon fontos dolog. Azt gondolom, hogy a határok, a keretek és mindezek a dolgok rendszereknek is mondhatnánk, ezek nagyon fontosak az életünkben és mondom, minél jobban fejlődik az életünk, és ráadásul minél több impulzus ér bennünket, annál jobban szeretjük ezeket a határainkat meghúzni. Hogy mi az a határa, ameddig el tudok menni az erőkifejtésemben, a mennyi az óra, amit mindenképpen kell aludnom, hogy azért még üzemszerűen tudjak működni, mennyi idő az, amit a munkámra tudok szállni, és mennyi az, amit a családomra szállok, itt azért vannak pár a nagyszülőkorúak is, tehát mennyi ez, amit a unokáimra szállnak, és mindenképpen a férjemre, mert hogy ott is izgalmas határok jönnek be, hogy most akkor, akkor hol, hova toljuk ezt a határt, hogy még azért családnak érezzük magunkat, mi is, akik otthon vagyunk, ne csak ahova elmegyünk. Ezeket a határokat keret meghúzzuk, kereteket alkotunk, mert azon belül biztosan tudjuk, hogy, hogy, hogy azon belül jól tudunk teljesíteni, jól tudunk élni, biztonságban tudunk élni. Ezek a keretek, ezek fontosak számunkra. Akkor, amikor a, a, liturgiáról beszélünk, a miséről, az valamiféle rituális cselekmény, és a ritualitás ritualitást ezt jelenti. Vannak benne keretek, vannak be, ele vannak vágva dolgok, és ezekben a keretekben, akár időben, ritmikusan ismétlődnek dolgok. Ezekben a keretekben vannak időkeretek, sőt, ezekben a, vannak térbeli keretek is. Van, amit kivágok a térből, és azt mondom, hogy szent hely lesz, legyen ez egy babérliget, vagy legyen ez egy templom, egy templomkert, vagy legyen egy szenté, vagy egy oltár, vagy azon belül egy korporálé, ahova a kenyeret és a bort helyezem. Ezek a keretek ugyanúgy fontosak a mindennapjainkban, mint a, mint a, a misében. És azt mondjuk, hogy a mindennapjainkban az ünneplésnek is megvannak a keretei. Amikor félreteszem teszem a mindennapi gondjainkat, és szeretnék időt szánni az ünneplésre, teljesen profán módon is, amikor egy, egy, születésnapot ünneplek, vagy amikor a családban megállapodunk abban, hogy most ezen az ünnepi vacsorán mindenki elrakja a telefonját lehalkítva. Ugye vannak ilyen remek szerződések, amikor azt mondom, hogy már a kereteket betartom, és azon belül fogunk tudni akkor egymásra figyelni például. Ezek a határok a mindennapi életünkben, és a határok bennünk a misében is. Nagyon izgalmasan működik a kommunikáció semmisében, mert meghallgatódnak, és ezek a határok is, ahogy, ahogy az elején a misének egy keresztvetéssel elkezdjük, és a végén egy keresztvetéssel fejezzük be. És tudjuk, hogy a két keresztvetés között az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében vagyunk együtt, az Atya és a Fiú Szentlélekre szeretnénk figyelni ővelük szeretnénk elsősorban kommunikálni, sőt, mi magunk, akik pedig egymással itt kommunikálunk a misében, annak érdekében kommunikálunk, hogy a Szent közösség legyünk. És ahogy a misének a különböző részei, ahogy az ambónál folyik az első rész, és utána átmegyünk, és most aztán az, az asztalnál, az oltárasztalnál folyik tovább, és ott fogunk beszélni, megint valami olyasmi kommunikáció, vagy olyan kereteket hoz be, amin belül segítenek ezek a keretek arra, hogy a figyelmünket oda fókuszáljuk, hogy kizárjunk dolgokat, és beengedjünk, például pont ezt akartam minden, hogy beengedjünk dolgokat, és azt mondjuk, hogy most ezzel foglalkozunk, és kizárjunk dolgokat, amiket nem fogunk nagyon fontos, hogy amikor kereteket és határokat húzunk, akkor nem morális döntéseket húzunk. Sokszor megszokták ezzel vádolni ugye az egyházat, hogy nagyon merev, meg nagyon kirekesztő, meg nem tudom micsoda. Azt gondolom, hogy, hogy vannak morális kérdések, amiről lehet beszélni, mi az, ami belefér, mi az, ami nem fér bele, de hogy a, a keretek és a határok azok, azok morális értékeléstől függetlenül fontosak és jók. Aztán a helyet adás ugye a határokon belül hogy helyet adok Istennek az életemben, akkor, amikor egy kis időt tart. Istennek ugyanúgy adok helyet az életembe, mint bármilyen másik személyes kapcsolatomnak. Hiszen Istennel egy személyes kapcsolatom lesz, és ahogy, ahogy a helyet adok arra, időt biztosítok arra, hogy a, hogy a házastársammal beszélgessek, hogy a szerelem elmúltával, addig nem kell ugye naptárba naptára beírnia. De amikor már azt mondjuk, hogy már egy ugye diakonus növendékeknek a feleségeivel beszélgetünk, vagy diakonusok feleségeivel, ott egy ilyen egy nagyon nehéz terepez, egy alapvetően celebsz vezetőkkel működő szervezetben, házas emberként, elköteleződve szolgálatba, alaphivatásba, családba, kereteket meg, meg. hogyha nem hagyok, nem biztosítok teret és keretet a családommal ava diakonusként, könnyen elvisz úgy, hogy aztán valami a kárát látja ennek. Kereteken belül, tehát jól működök, mert helyet tudok adni is. Azt tudom mondani, hogy egy órán van, de az egy egész órán barát fogok most figyelni, és, és együtt tudunk lenni. Nem nyomkodom a telefonomat, ugye, újra. Az áldozat, amihez megérkezőben vagyunk, és a, az áldozatnak a, van egy ilyen, most hogy egy elpazarolni, ha megengedik egy, egy kis filmet játszanék le, egy nagy játékfilmnek egy darabja ez. Lecsapadni, meghúzni, eldobni,

Szóval ez a, ez a, egyik az a cím a filmnek, hogy Napola, hogyha valaki meg akarja az egészet. Um, nagyon izgalmas um, ilyen felnőtté vállásos film második világháború alatt, és um, amikor a alfa kurzusokat tartjuk, akkor mindig az áldozathoz odajövünk, hogy miért is halt meg értünk Jézus, vagy hogy is vagyunk az áldozattal, és akkor nagyon nehéz elmondani, hogy mit jelent a megváltás. Ugye mit jelent a megváltás az ókori ember számára azt jelenti, hogy belekeveredik az ember valamibe, például egy adós rabszolgaságba belekeveredik, és, és utána ebből az adós rabszolgaságból valaki kiváltja, mire ő maga nem képes, azt valaki, akinek egyébként ez nem, nem lenne dolga, mégis fogja és kiváltja, megváltja belőle. Ezt nem biztos, hogy mindig jól értjük, bár egyébként manapság ugye a deviza hitelek bedőlésekor hirtelen közelebb kerültünk az adósabb szolgaságnak a megértéséhez, sajnos drámai módon Magyarországon. De mit is jelent, amikor azt mondjuk, hogy, hogy valamiféle áldozatot hozok? akkor azt mondom, hogy hát a mise áldozat, hát ugye azt a kis kenyeret, meg a kis bort nem sajnáljuk, kicsit megesszük, azt kész. Tehát, hogy az nem, még nem a nagy baj. <laughs> mit jelent az, hogy, a, hogy 2000 évvel ezelőtt valaki meghalt, azt mondja, hát igazából miatt nem is kellett volna meghalni. Miről szól, a, miről szól az áldozat? És hogy most visszakanyarodok ide ugye a devizahitelesekhez, azért milyen sokan, sok családban, ahol valakik fölvettek, általában ugye fiatalabbak, egy ilyen hitelt, hogy hol lett a félrevezetés, minden most nem mennék vele ebbe ilyen politikai, közgazdasági és egyéb dolgokba, de nagyon sokszor aztán a, a, a szülők, a nagyszülők mondtak le nagyon komoly dolgokról, akár Ingatland eladva, félretett pénzt, mindent összeadva azért, hogy kiváltsák azokat a családtagokat, akik belekeveredtek ebbe a, ebbe a devizai dologba valami, amiben belekeveredünk, ami, aminek, hogyha a dolgoknak a saját logikája szerint kéne menni, hogyha igazságosság szerint kéne menni, akkor azt kéne mondani, hogy, 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 hogy akkor ami ö, rossz dolgot csináltunk, akkor annak, így, meg az a levét, aki, akinek meg kell innia. Az emberiségnek nagy tapasztalata az, hogy szerencsére nem mindig van ez így, mert hogy, mert hogy van, vannak ö, saját életünkben és dolgok, amik azt tudom mondani, hogy én feláldozom a délutánomat, hogy vigyázzak valakinek gyerekére, föláldozom a, az időmet, ami nekem valami jó lett volna, és valami nekem járna az az időm, és arról le tudok mondani, hogy az időnket áldozok föl, legkevésbé szívesen. De akár pénzt áldozok valamire, így is szoktam mondani, hogy nem sokat áldozok erre. Áldozok valami pénzt, ugye az nyilván nem áldozat, hogyha veszek magamnak egy ruhát. Az egy veszek egy ruhát. Az áldozat az, amikor valamiről e, lemondok, Úgyhogy elpazarolom, vagyis, hogy nekem nem lesz belőle jó. Valás történtek az áldozat, általában mi történik? Fogunk valami jó gyümölcsöt, zöldséget, a termésnek a zsengéjét, vagy egy jó, jó kis egyéves bikát, és levágjuk, elégetjük. Hát az senkinek se jó. Jó, mondjuk a nagyobb húsokból néha szoktak sütni is, de, de a legtöbb, legértékesebb részeit mind elégetik. Hát amit elégetik, az nem lesz jó. És azt így gondolkodik az arhaikus ember, hogy ami nekem nem lesz jó, pedig nagyon jó, az valahogy, valahogy ez valaki, valakinek jó lesz. Ezzel azt mondom, hogy feláldozom. De igazából erre az Ószövetségnek a profétája is nagyon pártolták ezt az áldozati dolgot, de mégis azt mondjuk, hogy, a, hogy az elpazarolásnak az, értelme az nagyon fontos. Ha valaki esetleg véletlenül volt ma misén, a Makabajosok könyvéből, én csak dicsek voltam renge, és, és a Makabeusok könyvéből olvassuk ugye a, a Makabaus fiúknak, a, a, a fiúknak az a vértanúságát, ahol hét gyermek, egy anyának a hét gyermeke egymás után lesz vértanú, az anya pedig búzdítja őket. Mi történik? Elpazarolják az életüket elpazarolják az életüket azért, mert azt mondják, hogy az Isten adta az életet, és azért érdemes elpazarolni annak a megmutatására, hogy Istennek a törvény az értékesebb, mint az az élet, amit egyébként Isten adott, és hogyha most itt elpazarolódik, biztos, hogy jó helyre fog kerülni. Nagyon-nagyon szép hitvallás, hitvallás benne. Az áldoznak ez a fő érdeme, hogy valamim van, amit el tudok pazarolni, és a másiknak jó lesz. Visszatérve a filmre, Gondolom mindenki értette, hogy mi volt, hogy ott, ott mindenki meghalt volna abban az utolsó előtti pillanatban. Mindenki meghalt volna, mert szétrobban az a kézigránát, és ott mindenki abban a kis helyen, fallal mögöttük annyi repesz kapott volna, hogy jó, jó eséllyel mindenki ott szörnyet hal. És akkor ez a fiú, nagyon érdekes, hogy egyébként a filmben egy olyan fiú, akit akit kicsúfolnak, mert mert éjszakánként néha bepisél, ugye ez ilyen középiskolás fiúk nehéz pszichés helyzetben is, hogy néha bevisel. És ezért a, a őrmesterek nagyon meg, megalázzák őt többször, és mondják, hogy semmi nem vagyok, katona nem vagyok semmire se. És ez a fiú az fölismeri a másodperc tört része alatt, amíg a, a tiszt fölismeri, hogy itt legjobb lesz, ha kimenekül, és a többinek nincsen élekenyéleté, neki arra van lélek jelenléte, hogy odaadja az életét azért, hogy a többi 15 fiú megmeneküljön akkor, amikor azt mondjuk, hogy, hogy ilyen nagy áldozatot talán nem hozunk, és tudnánk nyilván történelmileg sokféle áldozathozatari témát hozni, de, de mi is hozunk újra és újra áldozatot. És a legfontosabb áldozatainkat az emberi kapcsolatainkban hozzuk. És itt beszélhetnénk arról, hogy, hogy anyaként a, a kilenc hónap és a szülésnek a fájdalmai, és a, a, az a fajta elhasználódás, amit egy, amit egy gyermeknek a kihordása, szülése, szoptatása okoz. Egészen evidens módon valamiféle áldozat. De úgy pazarolom el magamat, hogy ugyan nem leszek olyan szép, mint hogyha lefagyasztanának húsz évesen, de mégis az áldozatnak egy másik fontos része, hogy odaadok vele valamit, nem az igazság szerint, hogy beszéltem, tehát az igazság szerint nem kell halni, hanem és mégis valami gyümölcs lesz belőle az áldozóban lesz valami gyümölcs, és akkor, amikor a misében áldozatról beszélünk, akkor tulajdonképpen visszatekintünk arra, hogy Krisztus azt mondta, hogy nincs nagyobb szeretet annál, mint aki az életét adja a barátaiért, és megmutatta azt, hogy nem hagy bennünket abban a csávában, amiben mi estünk bele, nem hagy bennünket abban a, a rossz helyzetben, amit a bűneinkkel bele navigáltuk magunkat, hanem jó lehet az igazságosság szerint a bűneinek a büntetését kellene meginnunk a, a, a halált, azt mondja, hogy ő legyőzi ezt a halált, és ezzel a győzelemmel az áldozatnak az odaadó, elpazaroló, e, igazságot felülíró győzelmével e, győzelmét hozza meg. És ez a nagyon szép dolog, amit meg tud ebben így történni. A, az áldozatnak aztán, vagy az egész misének aztán a célja pedig maga az egyesülés. Ugye, hogy egy barokk templomot nézzünk, akkor nagyon szépen megmutatja azt, hogy, a, hogy a, az oltár ott van ugye a, a földszinten, vagy egy-két egy lépéssel magasabban, mint ami mi ülünk, jelezve az elindul az ég felé. Szóval az oltár fölött ott van valami oltárkép, ami valaki jó sikerült szentet mutat, tehát az ég felé való törésben valami jó példát odaállít elénk, ez a barok oltárkép valami ilyesmit próbál odarakni, és általában is így az oltár mög fölötti 10 méter az, 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 azoknak a, annak a szférája, ahova szenteket helyezi mondjuk a barok körbe is, meg, a, meg a meg elhelyez több szentet is esetleg egy, egy, egy oltárnak a postamensén és, és, mutatja, hogy hogyan emelkedünk az ég felé. Egyébként jövő hónapban nagyon ajánlom a keresztény múzeum igazgató nője fog jönni, Koncsek Érdikó, aki, aki majd nagyon szép, nem ilyen brutális filmeket fog vetíteni, meg szürke szövegeket, hanem nagyon szép képeket fogja megmutatni, hogy hogy van ez. És aztán utána, ha egy jól megkomponált és később el nem rontott barak templomban akkor a legtetején nem a Szűz Mária van meg legtetején, nem a Jézus van, vagy valaki, a Szent Eufrázia, vagy valaki, hanem, hanem ö, a legtetején ott van a Szent Háromság. Megnyílik az ég, és az egész a Szent Háromság felé megy. Mert azt mondja, hogy a, mindaz, ami történik, az, az Istennel való teljes közösség felé, a Szent Háromság Istennel való közösség felé visz bennünket. Az egyesülés, hogyha azt mondjuk, hogy a, az egyesülés az a mindennek az abja. Ugye, a, a, hogyha megnézzük, hogy a kommunió maga ezt jelenti, valami egyé tenni. És ez a community, hogyha angolban nézzük, a társadalom, és ebből jön a közösség szó, az abból van, közössé tesszük, egyé tesszük a dolgokat, és akkor létrejön egy közösség. Kommunikára, ugye, olaszban nem is egyszerűen azt jelenti, hogy csak egy kommunikáció, hanem azt is jelenti, hogy áldoztatni, amikor kikerültem Olaszországba, és egy kis plébánián e, tanultam még a nyelvet, és akkor vasárnap esti, már több misén voltam, és vasárnap esti misén nem voltam lent, és jött a sekres, és én is mondja, hogy hát, hogy Pádre Viene kommunikáre, hát mondom, hogy kivel kell beszélgetni, hogy, hogy atya jön kommunikálni, hát mondom, hogy ez kell kommunikálni, muszáj már. Fáradt vagyok, de még kommunikáljunk persze olaszok szeretek kommunikálni. És kérdez, azt, hogy jövök -e áldoztatni, segíteni, azt jelenti, hogy az áldoztatni, az kommunikálni, mert a kommunikáció célja az egyesülés. A kommunikáció célja nem az információ csere. Hogyha valakivel összebarátkozom, akkor nem azt mondom, hogy na most már jól tudom, milyen gondolatai vannak, és kicseréltünk egy csomó információt egymással. Hanem azt mondjuk, hogy hogy ezzel a barátommal az életünkben valami közös lett, valami van valami közös és az életünk, valamiben egy az életünk. Hogyha valakivel összeházasodom, akkor nem azt mondom, hogy akkor most, ö, most akkor már egész sok dolgot tudunk egymásról, már húsz éve házasok vagyunk, annyi dolgot tudunk egymásról, hát azt már elég hamar tudunk elég sok dolgot egymásról, hanem azt mondjuk, hogy egyé, egybe fésültük az életünket, és közös lett az életünk, egy olyan közösséget hoztunk létre, ami, ami egészen szoros közösség. A férfi és a nőnek a közösség, és azt mondjuk, hogy a, azt mondja Szent Pál Apostol is, hogy a Földön a legfontosabb képe, az Isten és az Ember Egységének, a Szent Áramság Egységének a család, a, a férfi és a nő azt mondja, hogy ezt a férfi és a nőt, ugye ez nagy misztérium, amit ugye ő, ő Istenre, Krisztus és az Egyházra vonatkoztat. Mi a, ugye, félünk az ilyen vallásos nyelvezetben, majd remélem kivágják a videóból, hogy azt mondja, hogy, a, hogy, az egyesülés, ugye mire mondjuk az egyesülés, nem csak a szövetkezeti mozgalomnak a fontos, hanem mondjuk a szexuális aktusra. Egy férfi és egy nő egyesül, az ritkán egyesületet jelent, hanem valamiféle szexuális közösség. hiszen miről szól a szexuális egyesülés, hogy két ember szeretne egyé lenni azon igyekeznek minden fizikai jellegzetessége, hogy egy év álljanak, ugye. És ez egy, ez egy nagyon szent dolog, hát Isten így teremtett meg bennünket, ez nem egy rendszerhiba, hanem ez egy nagyon fontos. És mi lesz az egyesülésből? Szex lesz belőle? Most kérdezem. Nem. Egy család lesz belőle. Két ember teljességgel egyesülni akar, az nem csak egy szexuális aktus, az egy ö, ö, minősített eseménye, hanem létrejön egy, egy, két ember közötti egység, amit család, amiből család lesz. A család lesz a gyümölcs ennek az egységnek. És ez egy, azt látjuk, hogy ez egy nagyon komplex dolog, nagyon szent dolog, és nagyon profán dolog is, és van benne egy csomó kommunikáció, egy csomó veszekedés, egy csomó konfliktus, van benne kérés, meg van benne hálaadás, megköszönés, van benne nagyon sok áldozat, ezt én nem tudom, csak tanítom, de hogy akik házasok vagyunk, hogy van benne nagyon sok áldozat, és nem is csak a gyerekszülésen, nagyon sok más is. És mégis ennek a célja, a vége, az, az nem csak az, hogy, hogy legyen egy közös lakásunk, hanem minden, hogy egybe legyen a végén az egész. És akkor olyan szép látni egy öreg házas párt, hogy, hogy azt mondják, hogy minden, minden egybe van. Tényleg. Megszűntek a rossz tulajdonságaink? Hát nem, ugye? ugye az, <kül> még fiatal korban talán még picit csiszolódunk, aztán később megtanulunk elkerülni egymásnak a bütykeit, hogy ne, ne bántsuk egymást. És, de, de létrejön mégis egy nagyon személyes és szerves és nem tökéletes és mégis a legtökéletesebb egység. Arról nem is beszélve nyilván ennek a megáldott egységnek a gyümölcsei pedig a gyermekek, az, hogy tovább megy az élet. És amikor a kenyér és a borról beszélünk, Jézus azt mondja, hogy amikor ti az életeteket heti egyszer, egy órára összehozzátok, és olvassuk a Szentírás, és tanulunk egy kicsit, és kiengesztünk, és hálát adtok, akkor vegyetek el a kenyeret és a bort. És mondhatjuk, hogy jó, a kenyerek és a bor, megesszük, megisszuk, milyennek, a, milyennek a, a gyümölcse. A célja, hogy jól lakjunk, Hát, mondjuk nagyon nem. De még ha jól is laknánk, és akkor azt, jól lakunk, akkor a cél az elégedettség érzése, a végcél pedig, ugye mondja, már hogy végül aztán kimegy, ugye, vagy Jézus mondja, hogy a a első helyre kerül, tehát Bélsár lesz belőle. Tehát mondhatjuk, hogy hát nagyon szép dolog a ez a találkozási bond kenyermes borban, és aztán kimegy a végcélre. Nem ez a célja, a kenyének és a bornak, mint minden tápláléknak a célja az, hogy energiává alakuljon a testünk, szétszedi, felbontja, felhasználja, és energia lesz belőle. És aztán cselekedet lesz, és szó lesz, és ölelés lesz belőle, és munka lesz belőle, és tanítás, és bátorítás, és, és biztató szó, és nagyon sok minden más lesz belőle a kenyérben és a borban való találkozás, valami olyan sűrített találkozás, amiben ben minden benne tud lenni ezért. Mert valami, azt mondjuk, hogy nem valami egyszerűen kitalál szimbólum, hanem, ahogy, hanem így működik a kenyér és a bor. Hogy az végtelen távol Isten az itt és most ebben a nagyon is romlékony kenyérben és borban odaadja magát abban a nagyon is valóságos áldozattal, ahogyan értünk adta Jézus magát, odadja most magát, és ahogy, ahogy ez a picike ostja, ez a pár bor át, elkezd átváltozni bennem életté, úgy megy tovább Istennek az élete bennem életté. És igazából itt találkozik össze az életem a Szent misével, hogy, 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 az én életem is ott vannak ezek a dolgok, a háladás, a kommunikáció, a, a kérés, az áldozat, és végül az egység, az egyesülés iránti vágy, hogy valami egységbe kerüljek a, a családommal, a barátaimmal, a egyéb, a, a templomi közösségemmel, hogy az egység. És Isten mindezt akarja, és Isten mindezt nyújtja nekünk, ehhez nyújt segítségeket a Szentmisében. És azért probléma, amikor a Szentmisét e, egyszerűen csak egy rítusnak vesszük. És akkor, hogy a liturgikát tanultam, Rómában, is, utána ott a, hát a kollégáim, hát papokkal laktam együtt, mindig ott viccelődtek, hogy na, mikor tanítek a gyertyagyújtást, meg nem tudom micsoda, de azóta is néha ilyen vére menő vitákba fölhívnak, hogy akkor most a, egészen pontosan ezen a napon a, a hova kell lapozni a hol, és akkor pontosan most akkor kivehet föl milyen ruhát, és az hol van leírva, és már úgy öreg vagyok ez, már hagyjatok békén ezzel, hát megmondom, hogy hol lehet elolvasni, el, olvassátok el. Nem erről szól a liturgia. Isten nem azt szeretné, hogy egészen pontosan mindenki pont úgy hajoljon meg olyan fogban, olyan szögben. Szeretné, hogy szép legyen a liturgia. Azt mondjuk, nekünk érdekünk, hogy szépek legyen a liturgiák, legyen benne méltóság, legyen benne harmónia, legyen a jelenés István tanáról mondta, hogy a liturgia az egy szent balett. És a balettől is azért örülünk neki, hogyha egyszerre mennek a táncosok, meg, meg szimmetrikusan, meg nem tudom hogyan. De igazából nem ettől lesz az életünknek a, a kapcsolata a misével, hogy jól érezzük magunkat benne. Örülök, ha jól érezzük magunkat benne. Tehát, hogyha szép misét tartunk, és értelmes prédikációt, akkor még jól is járunk vele. De talán a találkozás az itt van Istennel, és visszatérnék ide és a a, a bevezetőére, hogy megérti azt, hogy mi az életének az áldozata, a háladása, nem csak mi és mennyire áthatja az eukarisztia, így tudja áthatni a mi életünket és az eukarisztia, és így tudjuk odavinni az életünket teljes módon a misére, és így tudjuk elhozni a miséről azt az erőt, amelyel Isten mellettünk áll mindezekben a dolgainkban. Köszönöm szépen a figyelmet!